Miért hisztunk el ennyire? A biokémiai alapokat nézve úgy tűnik, hogy a sejtek regenerációját gátolja az, hogyha folyamatosan étkezünk. Kevés húsfogyasztás valószínűleg sokkal hasznosabb, mint hogyha valaki sok húst eszik. De ismerünk olyan afrikai törzseket, akik szinte csak húst esznek, és nincsenek szív- és érrendszeri problémáik. Az első lépés az, hogy elkezd koplálni. És a koplálás az azt jelenti, hogy szűkíti azt az étkezési ablakot, amikor táplálkozik. Ami más szóval az időszakos böjtölést jelenti, amikor valaki a nap 24 órából 12, 14 vagy akár 18 órán át nem eszik. Nyilván a kiskerti körülmények között bio módon termelt zöldségek és gyümölcsök sokkal jobbak, mint ami a szupermarketben elérhető, de hogyha egy mindennapokban bevezethető protokollt akarnánk javasolni, akkor én ezt nagyon bátran javaslom, hogy a magyar szupermarketekben elérhető zöldségek és gyümölcsökből ez a bizonyos fél kiló, ez inkább jobb, mint rosszabb. Magyarországon miért szinte vezető halálozási ok, már-már népbetegség a vastagbélrák? Ennek mi az oka? Nagyon későn indult el a megfelelő szűrőprogram, tehát legalább 20-30 év késéssel a Nyugat-Európához képest, de a magyar táplálkozási szokások és az életmód, beleértve a fűszeres ételeket és a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, ami tényleg a világvezető pozícióban voltunk alkoholfogyasztásban az elmúlt 50 évben, tehát top 3-ban voltunk mindig is alkoholfogyasztásban, ezek mind ehhez hozzájárulnak. Azt mondja, hogy az alkoholnak nincs orvosilag elfogadható, fogyasztható minimuma? Mert korábban például az egy nap egy pohár vörösbort kifejezetten hasznosnak hirdették, még az orvosok is, kardiológusok főleg. A WHO ajánlást kb. 2 éve megváltozott, és az a mostani ajánlás, hogy nincs biztonságos dózis. Aki nem tudja magát 7 óra alatt kialudni, és 9 órát alszik, és esetleg ennek ellenére fáradtan ébred, ez nagyon sokszor visszaköszön pácienseknél, ott egyszerűen az alvás minőség nem megfelelő. Németországban van olyan biztosító, aki egy telefonapplikációval, hogyha azt hiszem 50 ezer lépést megtesz valaki egy héten, akkor havonta 50 eurót, azt hiszem ez a konkrétum, 50 eurót visszatérít. Tehát vagy például az, hogy ha egy családban sok igazolt sportoló van, és nincs túlsúly, akkor megint a szülők kapnak adóvisszatérítést. Olyan technológiák kerültek elérhetővé, vagy lettek elérhetők, amivel egyébként megértettük egy csomó ilyen civilizációs betegségnek az okát, és kiderült, hogy ez egyébként életmóddal gyógyítható, és itt áll egy mindent megdöntő változás, ami azt mondja, hogy teljesen mást kell csinálni. 2010 és 2018 között az ismert nagyvállalkozó Demián Sándor munkatársa volt. Közelebbről ez mit jelentett? Az egyik legnagyobb ajándék az életemben.